A tavalyi évben a Petőfi 200 emlékév köré szerveződő táborban a fehérvári versünnep 12 döntőse képviseltette magát Székelyföldön, ahol minden évben élménydús programokban van része a fiataloknak. Ebben az esztendőben immár 12. alkalommal találkozhattak a Kárpát-medencei fiatalok Csíkcsomortánban. Az alapító nevét viselő székelyföldi Varga Sándor verstábor idei mottója, Vörös Sándor gondolata, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Az idei tábor 10 napjában Vörös Sándor életművének megismerése az alap, Kubik Anna, Ráczkevei Anna és Rubold Ödön vezetésével. Emellett természetesen fókuszban vannak a különböző fejlesztő, oktató programok is. A fehérvári versünnep kivételes tehetségű fiataljai Bakó Fanni, Török Laura, Farkas Angéla és Szipola Antal, akik immár táborcsinálóként is szolgálnak, verseikkel a mindennapok mélységeit és magasságait tárják elénk. Székelyföldről Török Laura adott nekünk telefonos élménybeszámolót. Reggeltől estig folyamatosan valamilyen program zajlik, vagy tréningeket tartanak a szakmai vezetők, legyen az beszédtechnika, vagy versgyakorlat, vagy akár néptánc. Ezen felül pedig elég sokat kirándulunk itt a közelben levő helyekre. Pár nappal ezelőtt például Korondon voltunk, ahol találkoztunk emberekkel, akik ilyen nagyon-nagyon régi, már ilyen tűnőfélben levő szakmákkal foglalkoznak. Találkoztunk egy taplásszal, például ez egy nagyon-nagyon érdekes program volt. Azt a gyerekek is azóta is emlegetik, hogy ez nagyon tetszett nekik. Szóval ilyesmik történnek felénk. Ma lesz például a tábori búcsú, ami tulajdonképpen egy zarándoklattal van összekötve. Laura mindeközben Vakler Lajos műsorvezető kollégánk munkáját is segíti Székelyföldön. Itt van velem a kedves kollégina Farkas Angéla, és mi tulajdonképpen táborcsinálóként funkcionálunk, tavaly még táborozóként voltunk mind a ketten jelen. Annyiban tudunk az otthoni feladatainkhoz egy kicsit csatlakozni, hogy minden évben készül itt a Varga Sándor verstáborban tábori újság, amit Vakler Lajos szerkeszt, és illetve Simon Erika készíti a fényképeket hozzá. Viszont mivel ez elég nagy munkával jár, és rövid időn belül kell mindig ennek elkészülnie, ezért Lajos arra kért engem és Angélát, és hát Angélát is engem, hogy segítsünk neki a táborozókkal, illetve a táborcsináló társainkkal ilyen nagyon rövid interjúkat fölvenni, és ezt legépelni, megírni. Az egész tábor koncepciója a stabil, örökérvényű értékek átadása a fiatalságnak, amelyek a jövőben is egy biztos alapot képeznek fejlődésük, közösségeik szempontjából.